Szép napot, délutánt, éjszakát, attól függően, hogy ki milyen napszakban hallgatja majd az Átlátszó újabb podcast adását, amelyben ezúttal a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról lesz szó, de senki ne ijedjen meg, mert ez az a kérdés, amelyet a közbeszédben egyszerűen egyetemi alapítványokként szoktak emlegetni, és nagy vihart vert a múlt év során ez a kérdés. Alapvetően egyetlen egy intézményről lesz most itt részletesebben szó, de azért nézzük meg, hogy mit is érint ez az egész kérdéskör. Elsőként Zubor Zalánt, az Átlátszó újságíróját kérdezem majd meg, aki több cikkében foglalkozott ezzel a múlt év során. Sziasztok! Tehát ezek a közfeladatellátó vagyonkezelő alapítványok tulajdonképpen nem teljesen jelentenek új intézményt. Hasonló alapítványok léteztek már korábban is. Ugye ilyen volt a 2021 előtt megalapított Corvinus kezelő alapítvány, illetve a SFE alapítványa. Ami miatt ez most a figyelem középpontjába került tavaly, az az volt, hogy egyszerre nagyon sok korábban állami intézményt, ugye leginkább egyetemeket, de egyéb állami vagyon elemeket is alapítványoknak adtak át. Amit tulajdonképpen tudni kell a kekvákról, az az, hogy ezek ugye nem teljesen privát intézmények, alapítói jogokat gyakorolnak bennük, hát leginkább állami szervezetek, például államtitkárságok, minisztériumok, viszont azokkal a vagyonelemekkel, amiket megkaptak, többé-kevésbé szabadon gazdálkodhatnak. Hogy konkrétan ugye nézzük, hogy milyen alapítványokat adtak, milyen intézményeket adtak át alapítványoknak. Ugye 2021 áprilisában volt egy komoly törvényalkotási folyamat, és itt alapult meg hát azoknak a úgynevezett kekváknak a többség, amikről most szó lesz. Itt szó van az egyetemek, nagy részéről tulajdonképpen minden vidéki egyetem ilyen alapítványi tulajdonban került, és ugye nem csak maguk az egyetemek, mint szervezetek kerültek át, hanem az hozzájuk tartozó vagyonok, tehát például az egyetemek ingatlan vagyona, illetve az egyetemi alapítványok kaptak ilyen alaptőkeként, vagy állami részvényeket, vagy volt, amikor cégeket kaptak, illetve egyéb az egyetemhez nem tartozó ingatlanokat is. Ugye két dolog, ami miatt ez ugye politikai téma lett. Az egyik az, hogy az alapítványok működésének a szabályozására több törvénymódosítás is történt, még mielőtt megtörtént ez a kiszervezés. Ugye itt az egyik, ugye, amit kiemelendő, az az, hogy bekerült a törvénykönyvekbe, hogy az vagyonkezelő közhasznú alapítványoknak a kuratóriumát ugye először a kormány nevezi ki, viszont később ez már később ezeknek a összetételén már csak parlamenti kétharmados szavazással lehet változtatni. És akkor ezért is indultak el találkozások, hogy lehet, hogy ez az egész folyamat, ez egy ilyen választások előtti vagyon vagy hatalomátmentésről szól, mivel ugye az, még hogyha kormányváltás lesz, elég valószínűleg, hogy az ellenzék kétharmadot szerez, ehelyett egy sima többséggel pedig nem lehet az alapítványok vezetőit leváltani, vagy más módon belenyúlni a működésükbe. Ugye a másik, ami miatt ez politikai témán vált, az az, hogy az alapítványok vezetői, a kuratóriumok összetétele. Itt ugye ugye fontos tudni, tehát őket a kormány, vagy valamelyik kormányszer, mint ugye alapító nevezte ki, és kétharmad nélkül egy hosszú időre a pozíciójuk be van betonozva. És akkor így nézzük, hogy tehát kikről beszélünk, illetve milyen alapítvány. Szerintem most akkor itt álljunk meg, mert elhangzott akkor az egyik narratíva, ami ezt kapásból árnyalja, az, hogy ezek az alapítványok, legalábbis a többségük, az
önálló működésre folyamatos állami támogatás nélkül nagyon nehezen elképzelhetően alkalmasak. Van ez alól kivétel, például maga a Corvinus. Másfelől itt ül velünk egy olyan ember, akit nehéz a beskatujázni abba, hogy mondjuk Fidesz kitartott lenne, a Wizz Air Holding társalapítója és elnök vezérigazgatója, mindenféle befolyás barométerek szerint Magyarország 36. legbefolyásosabb embere, Váradi József, aki a Corvinus alapítványában szerepet vállal. Jó napot kívánok! Mi lehet az oka ezeknek az alapítványoknak a létrehozásának? Mit lát belőle, hogy milyen célból születtek meg? És miért tartja, mert jónak, mert gondolom, hogy ha szerepet vállal benne, akkor rossznak nem tarthatja. Így van, és még azt is hozzátenném, hogy én önként vállaltam szerepet, tehát engem senki nem kért fel, hogy ebben vállaljak szerepet, tehát én azt gondoltam, hogy ez egy olyan konstrukció, ahol én értékkel hozzá tudok ezekhez a folyamatokhoz járulni, azzal a tudással, azzal a tapasztalattal, amit én hozzá tudok tenni ez az egészhez. Igaz, itt most megpróbálunk narratívákat kreálni politikai megfontolásból, de én most szeretném kicsit elvinni a hangsúlyt ebből az irányból, egy teljesen másik irányba. Tehát ami történik a Corvinusnál, az az, hogy létrejött egy csapat, amely szerintem alapvetően elkötelezett a Corvinus Egyetemnek egy jobb intézményi tevésében, abban, hogy a Corvinus az ne csak Magyarországon tudja magát definiálni, hanem nemzetközi szintéren a gazdasági oktatás egyik elit egyetemévé váljon Európában. Ez kőkemény munka, tehát én nagyon sokat dolgozom személy szerint ezzel kapcsolatban, de ugyanezt el tudom mondani a kuratóriumi társaimról, hogy valószínűleg ez majdnem mindenkinek fő munkaidős állásává vált. Én ezt szívesen teszem, mert azt gondolom, hogy valami jót teszünk, tehát jót teszünk az egyetem fejlődése tekintetében, jót teszünk a diákoknak, a jövőbeni diákoknak, hogy Magyarországon egy erősebb oktatási rendszer tud létrejönni, ami túl tud nőni Magyarország határain. Kőkemény gazdálkodás, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdálkodásnak a színvonala a Corvinuson az összevetető mondjuk a bizár gazdálkodásának a színvonalával, már pedig mi azt gondolom, hogy tényleg kőkeményen gazdálkodunk, tehát egy alapvetően költségmegfontolt gazdasági vállalkozás vagyunk, ha nagyon hasonló érvek érvényesülnek itt is. Folyamatosan digitalizálunk, tehát masszív átalakításban van az egyetem, és folyamatosan megújul az egyetemnek a vezetése minden szinten, mind az akadémiai, mind pedig az intézményfejlesztési területeken. Tehát én azt gondolnám, hogy inkább onnan nézném ezt az egész kérdéskört, hogy ez a működési forma, ez lehetőséget teremt arra, vagy teremtett arra, hogy gyakorlatilag egy nemzetközi platformon újra tudja definiálni a magát az egyetem. Mint államilag folyamatosan finanszírozott meg kitartalan egyetem, ennek esélye nem lett volna meg. És szerintem ez az esély teremtődött meg ezzel az alapítványi működéssel. De miért nem lett volna meg államilag finanszírozott egyetemként? Azért, mert folyamatos politikai befolyásoltság alatt működött volna az egyetem, tehát napi politikai érdekeknek lett volna kitéve az egyetemnek a működés. Az állam soha nem egy jó gazd, ezt tudjuk, ezt megtanultam annak idején én is, amikor beléptem ebbe a rendszerben, amikor a Madévnál voltam. Az állam az egyik legrosszabb tulajdonos, tehát ha lehet, akkor nem az államot kell tulajdonosként tartani. Az államnak megvannak a lehetőségei arra, hogy kontrollt megtartson a rendszerben bizonyos vonatkozásokban, de vannak sokkal jobbak, akik tudják ezt a vezető szerepet produkálni. És szerintem ez az alapítványi forma egy kifejezetten progresszív szervezeti formáció. Még egyszer mondom, tehát engem senki nem kérte arra, hogy ide jöjjek, én ezt nem akármilyen erőnyszerzésből teszem, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy jó, és úgy gondolom, hogy értéket tudok hozzátenni. Zalán? Két kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban. Ugye egyik az, hogy a Corvinus ugye kezdőtőkeként kapott MOL részvényeket, amiből ugye mai napig tud gazdálkodni, ugye osztalékból fizeti a költsége egy jó részét. Ez úgy tudom, hogy ez egy elég nagy összeg, tehát azt hiszem, hogy tavaly volt kb. 13 milliárd forint bevétel ebből. Kérdés, hogy ezen kívül viszont látom, hogy azért kap állami összegeket az egyetem. Amit így magán kézbe, illetve ebből a tőkéből meg tud szerezni,
Ez mennyire fedezi az egyetem költségét, illetve hogy emiatt mennyire tudja a mindenkori államtól függetleníteni magát az egyetem? Én azt gondolom, hogy két aspektust érdemes itt asztalra tenni az egyetem finanszírozásával kapcsolatban. Való igaz, hogy Mórévények kerültek az egyetem kuratóriumának a birtokába, amely megteremti a folyamatos finanszírozásnak a feltételeit az osztalék fizetésen keresztül, az osztalék bevételeken keresztül. Ez úgy nagyságrendileg mekkora részét fedezi az egyetem költségvetésének? Hát én azt gondolom, hogy nagyjából egy olyan 70-80%-os szinten vagyunk, tehát az egyetem bevételi kényszerben van, tehát nincsen túlfinanszírozás az állam részében, bevételi kényszer van. Ezt a bevételi kényszert, ezt több módon lehet orvosolni, leginkább úgy, hogy az egyetem megpróbál saját bevételeket teremteni, generálni, vagy úgy, hogy a költségeit csökkentse. Ezzel vigyázni kell, mert igaz, valójában az a cél, hogy az egyetem egy jobban működő intézmény legyen, tehát itt nem fapadosítani kell az egyetemnek a működését, hanem a színvonalat kell tudni növelni, racionális gazdálkodás mentén. És akkor van egy másik témakör, ez pedig az intézményfejlesztés, ami a Corvinus keretein belül valósul meg. Igaz, itt van egy új kampusz, ami fejlesztésre kerül a következő időszakban, aminek van egy állami támogatási része, de úgy gondolom, hogy ennek semmi köze nincsen az alapítványi működési formához. Ez egy intézményfejlesztés, ez egy beruházás, amire próbálunk finanszírozási forrásokat találni. Jó, akkor nekem lenne azért ezzel kapcsolatban némi kérdésem, vagy ellenvetésem, hogy egyfelől említette azt, hogy az állam nem jó gazda. Kifejezetten a felsőoktatásban a világszerte tapasztalunk azért olyan magas színvonalú felsőoktatási intézményeket, amelyek állami tulajdonban vannak. Hogy ez nem inkább politikai kultúra kérdése, hogy egy adott állam miként bánik a vagyontárgyaival, illetve miként bánik az immateriális javaival, mint sem fenntartói formának a kérdése? Én nem így gondolom, tehát viszonylag megpróbáltam elmerülni a felső oktatási intézményrendszer működésében globálisan. Személy szerint is érdekelt vagyok, mert tanultam Magyarországon, tanultam az Egyesült Királyságban is. Szerintem az állítás nem biztos, hogy teljes mértékben igaz, hogy az állam egy jó intézmény fenntartó az oktatásban. Tehát azért a legjobb egyetemek a világon azok alapvetően privát alapú egyetemek, nem pedig állami alapú egyetemek, de vannak jó állami oktatási intézmények is. És úgy gondolom, hogy az állam vállalhat szerepet az oktatásban, tehát egyfajta garantált minimumot adhat az országban az oktatás színvonalára, de igaz, a Corvinusnál nem ez a cél. Tehát a Corvinusnál az a cél, hogy egyrészt megtartsuk azt a piaci részesedést a magyar gazdasági elit oktatásában, amit az egyetemnek sikerült évtizedek alatt kiépíteni. Azért ma a Corvinus messze a legsikeresebb gazdasági oktatási intézmény Magyarországon. De ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy ezen túl kellene tudnunk lépni, és nem csak magyar szinten, hanem európai szinten is tudjuk magunkat definiálni, hogy meg tudjunk jelenni a diákok számára, mint egy kredibilis alternatíva, hogyha valaki komolyabb szinten akar gazdasági tudásra szert tenni. És ebben viszont fejlődni kell, ebben viszont nemzetközi szinten kell magunkat megmérettetni, nemzetközi oktatói gárdát kell tudnunk felfuttatni, nemzetközi diák csapatot kell tudnunk kiépíteni hosszú távon. Ebben az állam által garantált minimum kevés lenne. Itt van velünk Sarkadi Nagy Márton, az Átlátszó újságírója. Van-e hozzáfűzni valód? Kívánod-e opponálni az egészet, ami idáig elhangzott? Szervusz, András, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Őszintén szóval csak elgondolkoztatott az alapfeltevésünk, amitől elindultunk. Azt hiszem, hogy az állam nem jó tulajdonos, és ezért volna valamiféleképpen szerencsésebb megoldás ez a közérdekű vagyonkezelő alapítványi hátterű struktúra. Akkor most azt mondjuk, hogy ez az alapítvány, ez nem az állam. Hogy akkor ez valami más, vagy most akkor ki a tulajdonos egészen pontosan, hogyha jól tudom, közérdekű vagyonkezelő, hívjuk már ezeket kekvának, légy szíves, mert mindig belebotlik a nyelvem. A kekvák? Igen, a kekváknak a gazdálkodása az uniós sztenderdek szerint az állami költségvetése számolódik, tehát hogy vannak olyan megközelítések, amikben lehet államnak is nézni, bizonyára tudok úgy is unyorítani, hogy nem nézem az államnak, ez pontosan hogy van, ez szerint Várjadi úr? Hát én ezt az újságíró kollégákra bíznám, hogy a terminológiával hogyan
birkóznak meg, hogy mit minek tekintünk, de hogyha tartalmilag nézzük az egyetemnek a működését, én azt gondolom, hogy ez az alapítványi forma egy lényegesen jobban működő egyetemnek a lehetőségét teremti meg. Ennek egyébként már számos példája van most is, tehát javul a megítélés az egyetemnek a diákok körében, javul az oktatók körében, megjelentek az első külföldi oktatók, növekszik a külföldi diákságnak a nagyságrendje, terjednek az angol nyelvű szakok. Tehát én úgy gondolom, hogy egy színvonalasabb oktatást tud az egyetem produkálni ezáltal a működési struktúrával, mint amit korábban tudott produkálni. Most itt lehet tényleg bűvészkedni, hogy technikailag mit hová sorulunk be, meg az EU milyen terminológiát használ, de ez a működési forma azt gondolom, hogy az egyetemnek a minőségének a javulását eredményezi. Azért ne felejtsük el, hogy itt van egy szolgáltató funkciója az egyetemnek. Tehát az egyetem nem azért van önmagáért, hogy működjön, hanem azért van, hogy kiszolgálja a társadalmat, kiszolgálja a tanulni vágyóknak az igényeit, és ezt olyan szinten szolgálja ki, ami releváns abban a kontextusban, ahol érünk. És ma azt látjuk, hogy gazdasági oktatás az nem egy nemzeti kérdéskör, az nem egy magyar kérdéskör, az egy abszolút nemzetközi dolog. Angolul beszél a gazdasági világ, angolul mennek az üzleti folyamatok, globális a gazdaság, országhatárokon kívülre terjeszkedik. Ebben a kontextusban kell tudnunk olyan minőségi produktumot letenni az asztalra, amivel a diákok meg tudnak élni és tudnak boldogulni. Tehát nekünk úgymond piaci alapon kell gondolkodnunk azzal kapcsolatban, hogy milyen egyetemet akarunk, hogyan tudjuk a tanulni vágyók igényeit a legmagasabb szinten kiszolgálni. Szóval Marci kérdése szerintem azért annyiban releváns, hogy valahol ott marad mögötte az állam mindenképpen, és mondjuk, hogyha valamelyik intézmény nem olyan erős, mint a Corvinus, az azért folyamatosan állami gyámolításra fog szorulni. Én inkább azt látom, hogy a jogi környezetből kellett kiemelni például a Corvinust, mert vonatkoznak rá mindenféle olyan jogszabályok, mint a közalkalmazotti jogviszonyi törvény, meg egy csomó minden más, amely rugalmatlanná és adott esetben piacképtelenné teszi az intézményt. Tudom, hogy ezt nem önnek kéne címezni, akkor nem lett volna egyszerűbb a jogszabályokat megváltoztatni? Nézzék, én nem vagyok törvényalkotó, nem vagyok a többi oktatási intézménynek a kuratóriumában, én a Corvinusnak a kuratóriumában vagyok benne, azért, mert én szerettem volna bekerülni, azért, mert nekem szimpatikus, progresszív a szervezetnek a működése, de ez mind a Corvinusra vonatkozik, tehát én most hadd ne ítéljem meg, hogy... Értem, de ettől függetlenül aláírja, amit mondok, hogy az a jogi környezet, amely a magyar felső oktatásra vonatkozott, az nem volt versenyképes a nemzetközi felső oktatási piacon. Én azt mondanám, hogy a magyar oktatási intézmények, főleg a gazdasági oktatásról beszélek, azért abba a helyzetbe találták magukat, hogy egy abszolút globalizálódó gazdasági feltételrendszerben működik a világ. Az edukációnak óriási szerepe van. Ahhoz, hogy versenyképes oktatást tudjunk produkálni, ahhoz saját magunkat is egy nemzetközi kontextusba kell tudnunk kihelyezni. És akkor innentől fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mi az a forma, mi az a procedúra, ami ezt leghatékonyabban elő tudja segíteni, egy korábbi államilag kontrollált működési mechanizmus, vagy egy megújított működési mechanizmus, ahol gyakorlatilag ezen az alapítványi formán keresztül lényegesen progresszív lépések tehetők. És szerintem helyes irányba ment el a rendszer, még akkor is, hogyha biztosan lehetne azon gondolkodni, hogy hogyan lehetett volna dolgokat másként csinálni. A Corvinusnál ez működik. Jó, én ezt értem, de nekem változatlanul a gombhoz a kabát érzésem van, és azt is elmondom, hogy folyamatosan gazdasági oktatásról beszél. Vannak üzleti főiskolák és egyetemek szerte a világon, van közgazdászképzés ilyen-olyan intézményekben külön, de azok az él egyetemek, amelyek közé magyar egyetem látótávolságban sem tud kerülni nagyon-nagyon hosszú idő óta az összes ilyen egyetemi rangsorban, alig bukkan fel a magyar egyetem, hogy ezeknél nincsen önálló egyetemként gazdasági oktatás. Mindenhol önálló kar a nagy észak-amerikai egyetem és a nagy nyugat-európai egyetemeken, hogy nem lett volna egyszerű integrálni. Tudom, hogy megint csak kívül van, csak hogy olyan dologról beszélünk, ahol van egy mélyebb strukturális, hát ön volt közgázos. Tehát önmagában az a hagyomány, hogy volt egy önálló közgazdasági egyetem, meg volt az ELTE, mint a tradicionális nagy budapesti egyetem, és ez így maradt.
szerintem erre különböző modellek vannak, tehát van a business school modell, van az egyetem modell, amin belül van a business school, tehát én azért tudnak mondani példákat különböző modellekre. Én abból indulok ki, hogy van egy nagyon jó adottságokkal rendelkező Corvinus Egyetem, ami képes megszólítani az elit magyar diákközönséget, azért a legjobb minőségű, képességű diákok a Corvinuson jelennek meg, hogyha gazdasági oktatást akarnak kapni. Ugyanakkor van egy jelentős része már a magyar diákoknak is, akik külföldre vonzódnak, mert külföldön jobban megtalálják a számításaikat az oktatás minőségével kapcsolatban. És igaz, ez egy piaci lehetőség is valahol a Corvinus számára, hogy egy olyan oktatást teremtsen, ami nemzetközi szinten tudja megméretetni magát. Valóban igaz, hogy jelen pillanatban távolságokra vagyunk az elittől, de azért elindultak dolgok. Tehát elindult az oktatói gárdának a megújítása, publikáció. Kétszer annyit publikáltak a professzorok, egyetemi tanárok 2021-ben, mint a korábbi években. Ez valahol egy fontos mércé egyébként annak, hogy például ezeken a rangsorokon hogyan jelenik meg egy egyetem összevetve a többiekkel. Egyre több külföldi diák számára jelenik meg a Corvinus, mint lehetőség. Tehát azért ez egy hosszú, tehát amikor mi azt mondtuk, hogy van egy víziónk arra, hogy a Corvinus Egyetem a európai szinten egyik elit oktatási intézménye legyen a gazdasági oktatásban, azért mi egy ilyen 10 éves távlatokról beszélünk, tehát egy ilyen 2030-as vízióról, azért ez egy hosszú út, és itt nagyon sok lépést meg kell tennünk, de szerintem elindultunk, és a működési forma alkalmas arra, hogy elérjünk oda, ahova akarunk. Hogy ez most integrálandó-e más intézményekkel kapcsolatban, vagy nem? Én azért mégis azt gondolnám, hogy én végeztem jogi egyetemet, végeztem közgáz egyetemet, a közgáz egy szeparált egyetem volt, a jogi egyetem egy integrált egyetemi formában működött. Én ebben túl nagy különbséget nem láttam, megmondom őszintén, az oktatás minősége tekintetében. Nem biztos, hogy bele kell magunkat bizonyos struktúrákba szorítani. Van egy adottság ebben az országban, lehet itt egy jó business school csinálni, vagy egy olyan egyetem business school variánst, ami nemzetközileg versenyképes tud lenni, még akkor is, hogyha ez egy önálló intézményként működik, nem pedig része egy nagyobb integrált rendszernek. Zalán? Ugye elhangzott, hogy több szempontból javult az oktatás, illetve az egyetemi munka színvonala. Azért azt tegyük hozzá, hogy úgy az látszik, hogy mintha ennek lenne egy bizonyos ára. Itt az önköltséges és támogatott melyekről gondolok. Ugye 2020-ban ott az elhangzott, hogy kifejezetten cél az, hogy növekedjen az önköltséges hallgatók aránya. Úgy tudom, hogy ez meg is történt, tehát a cél az, azt hiszem, hogy végül is ért az egyetem, hogy 60%-ra nőtt a fizetős hallgatók aránya, korábban 40% volt, amíg az állami képzés működött. Ugye Corvinus ösztöndíj az, ami az állami ösztöndíj helyre jött, ugye ami nem jár az egész diplom megszerzéséig, hanem ugye évente vagy fél évente tulajdonképpen újra kell igényelni, és ez egy tanulmányi ösztöndíjként kapja tovább egy hallgató. Az a kérdésem, hogy ez egy elit egyetem, és hogyha ez a cél, hogy legyen Magyarországon egy elit egyetem, ott ez végül is elfogadható. Kérdés az, hogy nem probléma-e az, hogy az egész országban, most már ugye vidéken tulajdonképpen már csak ilyen típusú, ugye alapítványi egyetemek maradtak. Ez mennyire lehet egy nemzeti szintű felsőoktatás így működőképes, hogy tulajdonképpen csak alapítvány és csak ilyen elit modell szerint működő egyetemek maradnak szinte? Először is azt mondanám, hogy jelen pillanatban is a diákok több mint 80%-a valamilyen pénzügyi támogatást élvez, vagy részleges, vagy teljes mértékű. És szerintem ez egy kihívás az egyetem számára, hogy ez hogyan tudja fenntartani, vagy akár növelni ezt az arányt. Tehát hadd mondjak egy személyes példát, mert én erre büszke vagyok, és ezt szeretném is vállalni. Én próbálok egy olyan alapítványt teremteni az egyetem keretein belül, amely anyagi erőforrásokat biztosít bizonyos támogatásokra. Nyilván ezek teljesítménykritériumokhoz lesznek kötve, tehát kell vagy egy szociális háttér, vagy egy tanulmányi háttér, hogy részt tudjon valaki venni ennek az alapítványnak az előnyeiben. Ugyanezt csinálom egyébként Londonban, a londoni egyetemen, ahol
jogi tanulmányomat végeztem, én felajánlottam egy jelentős összeget 10 éven keresztül arra, hogy akik szociálisan rászorultak, nem tudják egyébként megengedni maguknak, hogy tanuljanak, azok részesedni tudjanak ennek az alapítványnak az anyagi lehetőségeiből, és ezáltal diákok tudjanak lenni, és valami hasonlót gondolok itt is. Tehát én szeretnék egyébként visszaforgatni, nem csak a tudásommal, hanem anyagilag is az intézménynek a működésében, és én azt gondolom, hogy ezzel nem biztos, hogy egyedi példa vagyok, tehát erre lehet találni embereket, támogatókat, akik fontosnak tartják azt, hogy az egyetem minél jobban tudjon működni. Azért ne felejtsük el, hogy nem csak ott végzett diákok vagyunk, hanem mindannyian szülők vagyunk, vagy nagyon sokan szülők vagyunk, és a gyerekünk is fontos a számunkra, és nem mindegy, hogy milyen oktatást lehet a számukra megteremteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy tiszta vonal. Ez azt jelenti el, hogy a Corvinus gyakorlatilag a gazdasági oktatás teljes spektrumát le akarja fedni Magyarországon, nem jelenti azt, nem akarja lefedni. Tehát úgy gondolom, ez egy választás. A Corvinusnak az a választása, hogy a legjobb minőségi gazdasági oktatást adja a magyaroknak, illetve meg tudjon jelenni az elit oktatásnak a porondján nemzetközi szinten. De nem fogjuk tudni lefedni a teljes magyarországi oktatást gazdasági téren. Erre vannak más intézmények is, és szerintem nagyon jó intézmények vannak, akik a piacnak az egyéb szegmenseit meg tudják fogni, és megfelelő színvonalú oktatást tudnak a gyerekek számára biztosítani. Tehát megerősíti azt, hogy mégiscsak elitképzésről van szó, és én azt értem, hogy megteremtik már az egyetemen belül annak feltételeit, hogy aki nem tud anyagilag oly mértékben terheket vállalni, annak már könnyű legyen, de hogy az egyetem önmagában hogyan tudja elérni azon rétegeket, amelyek a Corvinusig sem tudnak eljutni. Ezt szerintem nagyon illetékestől kérdezem, ön Debrecenben született, édesapja, mint forradalomban elítélt, nagyon nehéz helyzetbe került, aztán ennek ellenére mégis közgázott végzetként igen hamar a Procter & Gamble-nél találta magát. Tehát, hogy ezt a fajta életutat, ami ilyen lehet ilyen legkisebb királyfiszerű, azt tudja a Corvinus azok számára mutatni, akik tulajdonképpen nem is látnak el a Corvinusig mondjuk információk vagy neveltetésük miatt. Igen, szerintem a számokat tegyük a helyére, jó, és akkor megértjük, hogy a elit alatt mit értünk, meg mit nem. Tehát amikor én voltam egyetemista, a Corvinusnak, akkor még Marszkályi Közgazdaságtudományi Egyetemnek hívták, akkor volt egy 130 ezres populáció, akik középiskolát végeztek egy évben, és ezzel szemben felvettek 450 embert a Corvinusra. Ma van egy kb. 70 ezres populáció, akik középiskolát végez, és felvesznek 1500 embert a Corvinusra. Tehát gyakorlatilag 6-szoros a hígulás ahhoz képest, amikor én kerültem egyetemre. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy az volt a jó, ma így rossz, csak azt gondolom, hogy más halmazból indulunk el jelen pillanatban, mint ahol voltunk. Tehát én úgy gondolom, hogy a Corvinus az elmúlt 20-30 évben azért valamit veszített ebből az elit jellegű imidzséből, és itt a helyes arányoknak a megtalálásáról beszélünk. Nem arról van szó, hogy a le kell csupaszítani a felvetteknek a számát teljes mértékben, hanem be kell lőni egy olyan szintre, ahol tényleg olyan minőségű diákok kerülnek be az egyetemre, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az egyetemnek az oktatási színvonal növekedjen. Azért ne felejtsük el, tehát egy egyetem oktatási színvonal két tényezőből táplálkozik, egyrészt az oktatóból, másrészt az oktatottból. Tehát nagyon fontos, hogy mind a kettő minőségi... Meg az infrastruktúrából. Hát meg az infrastruktúrából, igen, de tételezzük fel, hogy most csak a személyi faktorokat nézve, kell egy minőségi oktatógárda, és kell egy minőségi oktatója, vagy egy diákállomány, akik ezt a színvonalat meg tudják emelni, és nyilván megfelelő infrastruktúrális közegbe tenni. Egyébként ebben óriásit lép előre a Corvinus, tehát a Ménesi úti kampusznak a fejlesztése pont ezt próbálja táplálni, hogy egy olyan infrastruktúrális közeget teremtsünk, ami tényleg képes arra, hogy egy európai színvonal, egy világszínvonalú oktatási intézményként tudjon az egyetem működni. De mégiscsak akkor értem, helyre raktuk az elitet mondjuk annyiban, hogy a jelentkezők és a felvettek létszámát azt arányosítani tudtuk, de mégiscsak kötődik a Corvinushoz, amit mondok, hogy valami jó elitképzés, és a Fidesz kritikusai szemében ez egy új jobboldali elitnek képzése, hiszen emlékeztessük arra a hallgatókat, hogy akikkel ön együtt ül a kuratóriumban, az ugye egyik maga Hernádi Zsolt, aki ezer szállal kötődik a kormányhoz és miniszterelnökhöz, Lánci András, aki
háttérrel, egyik legfontosabb háttérembere volt a Fidesz kormányzásnak, a volt külügyminiszter Martonyi János, hogy, és akkor még ehhez vegyük hozzá Matthias Corvinus kollégiumot, mármint nem a Corvinushoz magához, hanem ehhez az egész képhez. Itt bontakozik ki sokaknak szemében egy olyan látvány, hogy az új, majdra egykori jobboldali elitnek a születését látjuk. Nem tudom, hogy ezt így látom el, megmondom őszintén. Engem igazán nem is nagyon érdekel senkinek sem a politikai kötődése. Én embereket nem az alapján ítélek meg, hogy politikailag hová kötődik. Én ezen már túl vagyok, tehát egy dolog, amin nem vitatkozok emberekre, hogy ki mit gondol a politikáról, tehát ezek ilyen vallások közötti eszmecserék, nem biztos, hogy engem ez igazán motivál ez a kérdés. Én azt látom, hogy meg az érdekel, hogy ezek az emberek hogy dolgoznak és mit tesznek azért a misszióért, amit elvállaltak, és ez pedig az egyetem. És azt látom, hogy a hivatkozott emberek és a többi kuratóriumi tag is rengeteget dolgozik, tehát rengeteg munka van azzal, tehát meglepően sok munka van ezzel, amit próbálunk itt végrehajtani, tehát itt nem túlélésről van szó, nem arról van szó, hogy csak ott beültek az emberek a presztízs miatt, vagy nem tudom én mi miatt, és akkor valahogy megpróbáljuk túlélni a hónapokat, éveket. Itt nagyon komoly átalakítások zajlanak, nagyon komoly döntéseket kell meghozni, ami rengeteg munkával jár. Hogy ez jobb oldal, bal oldal, nem tudom. Én egyébként azt gondolom az egyetemnek a szellemiségéről, és ez igaz volt akkor is, amikor én voltam egyetemista a Corvinuson, hogy a Corvinus szerintem a mai napig az egyik legnyitottabb egyetem a gondolkodás tekintetében, tehát itt szerintem abszolút a kritikus gondolkodásra próbálja a diákokat tanítani, mindenféle érvek, ellenérvek, politikai hőmérsékletek megjelennek különböző témában. Tehát én nem érzem ezt a politikai tagoltságot. Tehát én azt látom, hogy itt van egy szakmai munka, van egy kihívás, az intézménynek újra kell pozícionálni saját magát egy változó világban. Ennek a kihívásnak hogyan tud legjobban megfelelni, és vajon ez a működési forma, ezek az emberek, akik mögötte vannak a változásoknak, alkalmasak ennek a megvalósítására? Szerintem igen, de ne ragadjunk meg a kuratóriumnál. Tehát azért lássuk, hogy a intézmény elnökének bejött egy olyan ember, aki 25 éves karriert futott le egy globális intézményben nagyon sikeresen, bejött egy új rektor, aki a világ egyik top egyetemén oktatott, tehát rengeteg változás van, gyakorlatilag megfiatalodott az egész menedzsmentje az egyetemnek, a vezető oktatói intézményrendszer megfiatalodott, egy jelentős generációváltás, egy jelentős szakmai váltás van. Tehát én úgy gondolom, hogy hihetetlen progresszív lépések történtek az elmúlt két évben, és ahogyan működünk, ez lehetőséget teremt arra, hogy ezt a nagyon nehéz missziót, amit megfogalmaztunk magunknak, ezt végig is tudjuk vinni. Tehát nem azt fogalmaztuk meg magunknak, hogy valahogy próbáljunk túlélni Magyarországon, hanem azt fogalmaztuk meg magunknak, hogy próbáljunk ebből egy európai szintű egyetemet, intézményt varázsolni. Az ambíciót, azt arra én is utaltam, igen, talán. Én kicsit elterelném a szót közvetlen a Corvinusról, hogyha nem probléma. A Váradi úr azt azért elmondta, hogy a Corvinus az önmagában a teljes gazdasági felsőoktatást nem tudja lefedni, és hogy ahhoz, hogy mindenkit elérjen a rendszer, ahhoz szükség van más egyetemekre. Ugye a más egyetemek azok, mert ugye tavaly évig tulajdonképpen állami intézményként működtek, viszont tavaly ezeket is alapítványoknak adták, itt is megtörtént. Tulajdonképpen az a modellváltás, ami a Corvinusnál is megtörtént. Emiatt érzem, ezt érzem egy kicsit aggasztónak, hogy tulajdonképpen minden egyetem Magyarországon, vagy szinte minden egyetem átveszi azt a működést, akkor azoknak, akiket a Corvinus ugye nem tudna elérni, meg akik ezt nem tudják megfizetni, nem tudják ezt az elit színvonalat akár a tanulmányaikban fenntartani. Az a kérdés, hogy nekik mi marad, tehát hogy nekik milyen esélyük marad diplomát szerezni. Szerintem nagyon sok jó gazdasági intézmény meg oktatás van még Magyarországon a Corvinuson kívül, tehát én most nem akarom a konkurenciát itt promotálni, de hát azért nem egy intézményünk van, ami nagyon jó minőségű szintű oktatást biztosít a diákok számára. Én annyit mondtam, hogy
a Corvinusnak az a célja, hogy itt a legjobb legyen, illetve ezt európai szintre is ki tudja vinni idén. Ezzel nem gondolnám, hogy azt is mondtam, hogy ezáltal a magyar oktatási színvonal összességében hanyatlani fog, illetve a diákoknak nem lesz lehetőségük megfelelő színvonalon tanulni Magyarországon. Szerintem nagyon sok jó intézmény van, ahol szívesen fogadják majd a diákokat. Morci. Én nem hiszem, hogy ne szeretnék egyetérteni a célkitűzésekkel, amivel kapcsolatban talán még mindig bizonytalanságban vagyok, hogy amennyiben ezek a csodaszép célkitűzések nem jönnek össze, akkor ki fogja tartani a kellemetlen kosarat, tehát hogy ki ennek az egésznek a letéteményes, folyamatosan több első személyben beszélt eddig, meg arról volt szó, hogy akkor nem állami a tulajdonos, akkor ki csinálja ezt? Jelen ezt nem mondta, azt mondta, hogy nem fejtegetné tovább. Igen, de hogy akkor ki csinálja ezt a dolgot, a kuratórium ennek a letéteményese, mert hogy a kuratórium az, aki csinálja az egyetemet, és a kuratórium ebből fakadóan az a testület, ami ennek a progresszív struktúrának köszönhetően sokkal jobban tudja megoldani az egyetemnek a működtetését, mint az eddigi felépítés. Hát abban teljesen biztos vagyok, hogy a kuratórium lényegesen jobban tudja működtetni az egyetemet, mint a korábbi működtető. Tehát ez csak a rendszer logikájából adódóan. Tehát itt azért mégis olyan emberek vannak benne, akik jelentős tapasztalatokkal bírnak vezetésben, az élet különböző terepein. Szerintem nem politikailag motiváltak, hanem szakmailag motiváltak. Tehát egyfajta vízió köti össze őket a jövő tekintetében, nem pedig napi állami vagy politikai érdekek nincsenek abban a bürokratikus döntéshozatali mechanizmusban benne, mint amiben mondjuk egy állam benne van. De azért, amikor az egyetemnek a működéséről beszélünk, szerintem két faktort érdemes elválasztani egymástól. Az egyik az intézmény működési feltétel rendszerének a biztosítása, ebben be lehet érteni az infrastruktúrát, be lehet érteni a finanszírozási kérdéseket, illetve a személyzeti kérdéseket is, illetve van maga az akadémiai kérdéskör, ami azért nagyon szakmai, tehát én azért nagyon nem merném magamat olyan pozícióba hozni, mert én mondom meg, hogy a Corvinus milyen szakokat indítson, pontosan milyen ponthatárokat szabjon, tehát erre megvan az oktatói gárda, ott megvan a szakmai tapasztalat, ott megvan a saját vezetése ennek az oktatói gárdának, ez az ő dolguk. Itt a kuratóriumnak az a feladata, hogy biztosítsa annak a lehetőségét, hogy az oktatói gárda folyamatosan meg tudjon újulni, tudjon fejlődni, releváns tudjon maradni a külső kihívásoknak, és tudja szolgálni megfelelő módon azokat az igényeket, amik a piacon megjelennek a diákok részéről. De hát mi azért nem akadémiai programokat gyártunk, tehát mi nem hozunk akadémiai döntéseket, tehát mi feltételrendszereket próbálunk teremteni, mi megpróbálunk racionális döntéseket hozni, egyfajta vízió mentén, ami elvezet majd bennünket oda, hogy amiről beszéltünk, hogy az egyetem hogyan nézzen ki mondjuk 10 év táblatában. De ebben teljesen biztos vagyok, hogy lényegesen jobban működik ez a formátum, mint a korábbi. Hol látja a Corvinus szerepét a nemzetközi felső oktatási kínálatban? Mi az a specialitás, amit mondjuk egy külföldi egyetemre jelentkezni akaró diák a Corvinushoz fog kapcsolni az reményei szerint mondjuk 10 év múlva? Nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. És szerintem ez az igazi kérdés valójában, hogy hogyan tudjuk magunkat megkülönböztetni a piacon más intézményekkel szemben. És igaz, itt el kell gondolkodni bizonyos faktorokon, tehát az egyik ilyen faktor az, hogy akarunk-e valamilyen módon specializálódni bizonyos területeken. Hadd mondjak egy példát, tehát a Corvinus akar-e mondjuk a Data Science-nek az intézményesült formája lenni, amikor ez felsőoktatási intézmény kereteihez kapcsolódik. Nagyon fontos az oktatói gárda, hogy amikor a diákok jelentkeznek egyetemre, akkor milyen oktatók miatt jelentkeznek. Azért nagyon sokan oktatók miatt is, nem csak intézmények miatt, hanem oktatók miatt is jelentkeznek. De az nagyon fontos az, hogy milyen a diákoknak az összetétele, milyen a diversifikáltsága a diákoknak, milyen szintű diákok vannak akadémiailag, tehát itt nagyon fontosak a ponthatárok, nagyon fontosak a rankingek, hogy hogyan rangsorolódik egy egyetem összevetésben. Tehát ezeket mindet meg kell találnunk, hogy hogyan tudjuk magunkat megkülönböztetni. Nyilván a nyelvnek a kérdése, tehát hogyha magyarul akarunk oktatni
egy intézményben, ahol nemzetközi célokat tűztünk magunknak, az nem fog működni. A egyetemnek a munkanyelve, tehát az, hogy amikor behozunk külföldi diákokat vagy oktatókat, akkor szegregáljuk őket, vagy pedig integráljuk őket azáltal, hogy hogyan tudunk kommunikálni egymásra. Tehát pontosan ezek azok a kérdések, amiket feszegetünk az akadémia oldallal, hogy mik azok a megkülönböztető tényezők, azok a megkülönböztető faktorok, amik tényleg elvezetnek oda, amit el szeretnénk érni 2030-ban. Ha mindent tudnánk, akkor már elvégeztük volna a munkát, de ez nyilván egy folyamat. Értem, amit most mondod, egy kicsit a CEU, tehát amelyik földrajzilag itt van, de 5%-a volt mondjuk a diákoknak magyar, és a munkanyelve angol volt, az előadások angolul voltak, de azért van egy magyar egyetemnek, amely mögött ott fog maradni az állam, mint tulajdonos azért olyan feladat, hogy a magyar tudományhoz járjon hozzá, tehát például a közgazdasági tudományos nyelvnek a fenntartásában van szerepe, tehát nem lehet mondjuk lecserélni teljesen az összes előadást angolra. Abszolút egyetértek ezzel, tehát szerintem ilyen célkitűzés nincsen, hogy 5% legyen a magyar diákoknak a nagyság. Itt azért most, amiről beszélünk, az inkább ilyen 70-30%, tehát 70% magyar, 30% külföldi, nagyjából az oktatói oldalon is, meg a diák oldalon is. Abszolút, tehát van egy közszolgálati feladata azért az egyetemnek, tehát felelősséget kell tudnunk, társadalmi felelősséget kell tudnunk vállalni azért, hogy megfelelő minőségben képzünk gazdasági, jövőbeni gazdasági vezetőket az ország számára, tehát ezt a tudástőkét itt tartjuk az országban, ezt itt tudjuk kapitalizálni az országon belül. Abszolút, tehát szerintem az egyetem egy pillanatig nem tartotta ezt másodlagos faktornak, ez abszolút prioritás, hogy ezt a társadalmi szerepvállalást, ezt megtartsuk a jövőben. És még azon túl, hogy gazdasági vezetőket képeznek, mert ez például közel jár, hogy mi az egyetem üzenete, vagy mi az az issú, amit közvetít, hogy gazdasági vezetőkön túl még kik azok, akikre büszke akar majd egykor lenni a Corvinus, mondjuk 30 év múlva, hogy ott végeztek. Tehát nem csak vezérigazgatók, meg tőzsdeelnökök. Persze, tehát én úgy gondolom, hogy azért a Corvinus diploma azért a társadalmi berkekben is meg tud nyilvánulni, tehát túlmenően a gazdasági eliten, tehát akár államaparátusban, államvezetésben, különböző helyeken, nemzetközi intézményekben, az ország képviselete tekintetében, tehát szerintem számos megnyilvánulási lehetősége van, de hát valahonnan el kell indulnunk, tehát én úgy gondolom azért egy nagyon erős gazdasági oktatással, egy nagyon erős gazdasági diplomával, egy jó gazdasági karrierpályával, azért sok irányba vezethet az út. Urak? Elhangzott, hogy az akadémiai kérdésekben nem dönt a kuratórium. Ki az akkor, aki az akadémiai kérdésekben a végső szót ki tudja mondani, és van-e az államnak beleszólása? Hát van egy rektorunk, igaz? Az volt a célunk az új rektor kinevezésével, egy olyan nemzetközi tapasztalati háttér jöjjön be az egyetemre, ami a megújulás lehetőségét tovább javítja. Alapvetően a rektornak a kompetenciája, illetve a különböző karok vezetésének az együttes kompetenciája ezeket az akadémiai irányokat megszabni. Emellett van egy elnöke az egyetemnek, igaz, ő alapvetően az operatív feltételrendszereknek a biztosításáról gondoskodik, biztosítja a személyzeti kérdéseket, biztosítja a pénzügyi kérdéseket, biztosítja a kommunikációs kérdéseket napi operatív alapon, illetve van a kuratórium, igaz, ami gyakorlatilag a feltételrendszereket szabja meg, a nagyobb számokat biztosítja, a működés koncepcionális feltételeit biztosítja az egyetem működésének. De hát itt azért több szinten működik a folyamat. Ne úgy képzeljük el a kuratóriumot, hogy az egy ilyen, nem tudom, ilyen kártyapart és dohányfüst és viszkiszag és minden döntés. Kár, igen, mert akkor szerintem a ketten jelentkeztünk már volna. Nem, tehát itt azért megvannak a szerepek. Debrecen szóba került itt előbb. Van-e bármiféle rálátása arra, hogy a Debreceni Egyetem hogy működik, akár személyes kapcsolatok miatt? Én azon túlmenően, hogy jó lokálpatrióta vagyok Debrecenben,
mert igaz, onnan származom, nem látok bele az intézményrendszernek a működésébe. Én még egyszer, lehet, hogy ilyen szempontból csalódást okozom, de én a Corvinus kuratóriumában vagyok bele, és nem a teljes működési rendszert képviselem. Én nem ezt én tudom, én ezt értettem. Úgyis mondhatom, a Corvinus példáján is meg lehet fogni ennek az egész struktúrának a kulcselemét, vagy a kulcs problémáját. Azt, hogyha azt mondjuk, hogy ez az innovatív struktúra, amiben a kuratóriumba kinevezett embereknek nem kell aggódnia mindenféle politikai dolgok miatt, amik egy hagyományos egyetemi struktúrában felléptek volna, az nem feltétlenül lehetszik megállni abban az esetben, hogyha mondjuk a Corvinusnak a jelenlegi kuratóriumát megnézzük. Értem, hogy ön azt mondta az előbb, hogy ő nem figyel a politikára, meg az különböző vallásokat mondó embereknek a folyamatos mantráiból el, de hát Martonyi János mégiscsak egy miniszter volt ebben az országban, egy bizonyos kormánynak volt a minisztere. Lánci András, a többségi tulajdonosa, egy világos ideológiai tartalmat megnevező folyóiratnak, a The European Conservative-nek. Hernádi úr egy nagy magyar vállalatnak a vezetője, ő is egy nagy magyar vállalatnak a vezetője. Nyilván nehéz lenne azt mondani, hogy ezek a vállalatok függetlenek a politikai környezettől, amiben működnek. Praktikusan én nem vagyok meggyőződve arról, hogy megáll az az elites, hogy egy ilyen kuratórium modell a garanciája annak, hogy ne érhesse politikai befolyás az egyetemeket, és ugyanakkor meg a hagyományos egyetemi akadémiai felépítéseket meg néhány száz éveken keresztül találgatta ki az európai civilizáció, hogy hogy kellene csinálni, tehát hogy amögött meg, mintha talán már lenne valamekkora ilyen bizonyított teljesítmény. Üdvözlöm a konzervatív fordulatodat, Márci. Erre hadd mondjak annyit, hogy tehát nyilván mindenféle prekoncepciót lehet gyártani, választások időszakában vagyunk, valószínűleg ezek a prekoncepciók egyébként is megerősödnek egy ilyen időszakban, de hadd térjek vissza a tartalmi kérdésekre. Tehát én nap mint nap megérem azt, hogy hogyan működik ez a kuratórium, havonta találkozunk. Havonta találkozunk, de azt mondta, hogy ez főállásszerű munka, akkor most... Igen, havonta, de emellett azért rengeteg munka van közben is, tehát havonta találkozunk személy szerint, amikor 3-4 órát együtt vagyunk, és megbeszéljük az aktuális napirendi pontokat, de azért itt közte is vannak munkák az alapítvány, illetve az egyetem működésével kapcsolatban. Tényleg ezt teljes komolysággal mondom, hogy ennyire nyílt szintű beszélgetések, mint amik a Corvinus alapítványában történnek, a Wizardben sem történnek. Tehát amikor mindenki elmondja a saját véleményét, és higgyék el nekem, hogy ez teljes mértékben politikamentes, és szerintem ez az erősség ennek a kuratóriumnak, hogy az egyének egyéneként tudnak megnyilvánulni. Abszolút viták vannak, és soha nem volt még egyetlen egy olyan döntés sem, ami úgy született volna, hogy valaki leszólt, egyébként sem jellemző, hogy bárki leszólt volna, vagy bármilyen külső politikai befolyásoltság alá kerülne a kuratórium. Szerintem a politika, most egy kicsit visszasen mondva, úgy áll ez az egész kérdéskörről, hogy van nekik elég bajuk, nem kell nekik ezzel foglalkozni, nem foglalkozik ezzel a politika. Tehát lehet, hogy ezt próbáljuk most láttatni, hogy itt van egy jobboldali vonulat, vagy van egy politikai átitatottság ebben az egész rendszernek a működésében, nincsen. Tehát itt nagyon kemény szakmai kívások vannak. Tehát azért nagyon kemény szakmai kívás, hogy nem tudom, jelen pillanatban az anyagi források a hosszú távon az egyetem finanszírozásához körülbelül 70%-át adják a szükséges forrásoknak, hogyan lehet azt a másik 30%-ot előteremteni. És nem az a terv, hogy lekérjük az áramtól. Tehát pontosan nem az a terv, hogy valamilyen áramtól. A Corvinusnál nem ez a terv. A Corvinusnál nem az a terv, hogy lekérjük az áramnak. Az, hogy hogyan tudunk megújulni a oktatói gárda tekintetében, a diákok tekintetében, hogyan tudjuk ezt a missziót elérni. Tehát itt nagyon nyílt szívű és nagyon őszinte beszélgetések vannak, komoly viták vannak, sok mindenben nem értünk egyet, de ez így a jó, mert úgy gondolom, hogy pont ezt mutatja, hogy változások időszakában vagyunk, tehát és megpróbálunk minél jobb döntéseket hozni, minél több véleményt meghallgatva, minél több vitába keveredve. Van itt még egy kérdés igazából, szerintem nagy ebben a témakörben picit más fénytörésben. Ez pedig az, hogyha arról beszélünk, hogy a Corvinust azt egy nemzetközi színvonalú egyetemé szeretnénk tenni, akkor mennyiben indokolt ebbe a kulcsfontosságú testületbe, a kuratóriumba nagy magyar vállalatoknak a vezetőit bevonni, akiknek akár elképzelhető, hogy lehet, hogy a meghatározottság vagy a saját cégüknek az utánpótlását szeretnek valahogy biztosítani, nem feltétlenül az egyetemnek a nemzetközi színvonalát erősítve ezáltal.
hanem... Egyébként ez már, igen, nem amit szóval, hogyha... Márton kérdez, egyébként ez, szerintem ez legitim cél is lehet. Ez lehet egy legitim, az, hogy ez lehet egy legitim cél, de hogy egyrészt érdekes kérdés volna az, hogy eldönteni, hogy akkor melyik is van, a másik pedig igazából ismét csak a struktúrával kapcsolatos kételjemet erősíti, hiszen nem tudom, hogy önök most szeretnének a vízenek új vezérigazgatót kinevelni, lehet, hogy csak középvezetők kellenek, és akkor mit történik? Szerintem el fog menni. Én megmondom őszintén, nem nagyon látom a problémát azzal, hogyha mondjuk a következő MOL vezérigazgató, vagy a következő Wizz-Air vezérigazgató épp a Corvinusról jönne, vagy Corvinusos háttere van, tehát mi ezzel a probléma? Tehát pontosan ezt mondtuk, hogy akarunk egy olyan színvonalú oktatást adni a diákok számára, ami nagyon messzire elvezető útat tud produkálni, mind a gazdasági életben, vagy akár a gazdasági életen túlmutatóan is. Tehát ezzel nincsen semmi gond, sőt azt gondolom, hogy én nagyon üdvözölném, hogyha a majd valamikori következő Wizz-Air vezérigazgató éppen kormányzós háttérrel kapná meg ezt a munkát, mint ahogy én is így kaptam meg. De nem ez a cél, tehát nem ez a cél, hogy a Wizz-Air specifikus érdekeit érvényesítsük, vagy a MOL specifikus érdekeit érvényesítsük. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobban gondolkodnak az emberek, akik ott vannak, beleértve saját magamat is. Itt szerintem van egy olyan missziót tartunk, hogy felelősséget próbálunk vállalni a gyerekeinkért, az unokáinkért, hogy egy olyan oktatást tudjunk megteremteni a számukra, ami lehetővé teszi azt, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi életben is tudjanak érvényesülni, és azért azt látjuk, hogyha gazdaságról beszélünk, a gazdaság az nemzetközi, egyre inkább globalizálódik a gazdaság, tehát nemzetközi platformon kell tudnunk magunkat megmérettetni, ott kell tudnunk teljesíteni, és ebben próbáljuk az ő életüket jobbá tenni, ebben próbáljuk az életminőségüket javítani. Ez a Wizz-Air vezér, ez azért nagyon megragadta a fantáziámat, jól hangzik. Egy záró kérdésem van. Én értem, nemzetközi a gazdaság és nemzetközi a gazdasági elit vagy középvezetői szint. És hogy a Corvinus szeretne ebben látszani, ezen körökben, és hogy az ott jó ajánló levél legyen, hogyha van valakinek Corvinusos végzettsége vagy végzettsége is. De fel vagyok rá készülve, hogy erre a kérdésre lehet, hogy nem lehet őszinte választ adni ma. Hogy mégiscsak egy olyan országban van ez, ahol nem csak most 2010-től nagyon látványosan, de azért korábban is jellemző volt, nőttek ki így hirtelenjében sikeres vállalkozók a semmiből, és ennek van nemzetközi visszhangja is. Amikor ezekben a körökben ön beszélget, mint Wizz-Air vezérigazgató, más sikeres üzletemberekkel Európában, vagy Észak-Amerikában, vagy bárhol, azért az nem merül fel, hogy hát mi van ti ott nálatok, ez a gazdaság itt hogy is működik? Mert nem az Magyarország képe, hogy a szabad versenyes piacgazdaságnak a makulátlan működése, ami folyik. Tehát, hogy a nemzetközi gazdasági elit is Magyarországot illetően a sajtóból fog tájékozódni, és ez azt gondolom, hogy ez a percepció Magyarországgal a kapcsolatban megvan, és egyébként azt gondolom, hogy ez egy Corvinus diplomát is adott esetben beáraz. Nyilván azért az élet dinamikus, tehát változó és változni is fog a jövő tekintetében, de pont ezért van szükségünk arra, hogy legyen egy olyan úgymond objektív, a napi politikai körülményektől elvonatkoztatott oktatási intézményünk, ami generális nemzetközileg elismert diplomát tud adni, és egy olyan tudástőkét, amit nemzetközi szinten lehet mérni. Tehát nyilván minden országnak megvan a saját valósága, így Magyarországnak is, de más országoknak is, de pont ez a fontos, hogy ezen átívelően tudjunk menni. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeim, unokáim majd, amikor lesznek, akkor egy nemzetközi lehetőséget kapjanak az élettől, főleg, hogy a gazdasági irányba akarnak elindulni, és pont ezért szükséges egy ilyen diplomának a megszerzése. Nemzetközi kapcsolatok szak is van a Corvinuson, kiváló diplomatikus válasz volt, elfoglalom, szerintem zárjuk le ezzel a beszélgetést, pontosan a beszélgetésnek ezt a részét, mert mi még fogunk egymással pár szót váltani. Köszönöm szépen Váradi Józsefnek, hogy itt volt velünk, és akkor majd Czubor Zalánnal és Harkonyi Nagy Mártonnal mindjárt folytatjuk. Elment Váradi József, aki a Corvinus kuratúrájának tagja és a Wizz-Airnek az elnök vezérigazgatója,
próbáljuk meg az egészet elhelyezni akkor a kekvák világában, és váltsunk pár szót arról, amiről beszéltünk, vagy amit hallhattunk az elmúlt majdnem egy órában. Tehát amikor a kekvákról beszélünk, akkor alapvetően az tavaly áprilisban elfogadott törvényben szereplő intézményekről beszélünk. Ezeknek a nagy része az egyetemi alapítvány, itt olyanokat találunk, mint a például a Pécsi Tudományi Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Debreceni Egyetem alapítványa, ezeket mind ugye kekváknak szervezték, és tulajdonképpen ingatlanokkal és mindenféle más vagyonelemekkel együtt átadták ezeknek az alapítványoknak. Ugye amiért ezeknek a jogosságát sokan vitatják, az az, hogy a egyetemi alapítványokban nagy részt, jelentős részben bekerültek ilyen kormányközeli szereplők. Tehát például a Pécsi Tudományi Egyetemben a kuratórium elnöke, ugye Bódis József lett, ő az Innovációs Minisztérium egyik államtitkára, ott van ugye Dunajvárosi Egyetem, Süli János vezeti a kuratóriumot, ő a Paksi Atomerőművítésért felelős miniszter volt, Debrecen Egyetem, Kossa György, szintén egy belügyi minisztérium, ez Pintér Sándorhoz köthető cégvezető, és ugye ezek a fontosabb egyetemi alapítványok, de ugye, hogyha nem egyetemi alapítványokat nézzük, ott is találunk több ilyen kormányközi szereplő, tehát a legismertebb az nyilvánvalóan ugye a kulturális intézményeket átvevő alapítványvezető, ugye ott ugye Demeter Szilárdról beszélünk, ugye mi ez a kulturális alapítvány az szintén több milliárd forint értékben vett át ingatlanokat is, és különféle kulturális intézményeket, múzeumokat, kulturális alapokat, folyóiratokat, vagy ott van a Jövő Nemzedékföldje Alapítvány, ez a mezőhegyesi ménesbirtok, egy több milliárd forintból fejlesztett állami gazdaság, ott Lázár János volt az, aki ennek az alapítványát megkapta. Jó. Na most, ebben a világban, ebben az intézményi struktúrában a Corvinus egyébként szerintem tényleg különös helyzetben van. Tehát Marci, amit te feszegettél, hogy mégiscsak az állam, állami befolyás, politikai befolyás, szerintem amit Váradi József elmondott, az szerintem őszinte volt. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a NER megfejelése, hogy a jövő nemzedék elitje, annak az egyik fontos megképződését látjuk. De a benne résztvevők attól függően, hogy egyébként milyen a rálátásuk, előéletük, mi fontos nekik ebből, ők ebben őszintén vesznek részt. És tényleg, tehát annyiban tényleg, tehát azt akarom mondani, hogy ez sikerorientált valami. Elitista és sikerorientált itt. Míg az összes többi ilyen alapítványi egyetemnél egyetlen kérdéses a finanszírozás a továbbiakban. Abszolút. Egyébként akár az is segíthette pozícionálni a Corvinusnak az alapítványát, hogy ugye ez volt az első olyan intézmény, ahol sikerült ezt a struktúraváltást lebonyolítani. Én is úgy érzem, hogy Váradi József őszinte volt a maga részéről. Talán arról szívesen beszélgettem volna vele még egy picit, hogy egészen pontosan, hogy és milyen feltételek mentén tud ez az alapítványi, kuratóriumi jellegű joggyakorlás a függetlenségnek bármilyen mértékű záloga lenni, hiszen ez az egész kekvás struktúra több más helyen ez teljesen világosan politikai beágyazottsággal bír, különösen ilyen az esete a Batthyány Lajos alapítványnak, amiből ugye szintén kekvet csináltak, és amely alapítványról én több számos cikket írtam igazából az elmúlt egy másfél év során, és amiről az a határozott benyomásom alakult ki, hogy semmilyen funkciója nincsen azon kívül, hogy áll civil, meg áll független szervezeteket,
akik a médiában a Fidesznek kedves álláspontokat emlegetik, vagy maguk is publikálják. Tehát az Alapjogokért Központtól kezdve a kommentár folyóiratot kiadó kommentár alapítványig. Más dolgokról beszélünk, mert az Alapjogokért Központ, elnézést kérek, nem leszek tudományos, de ott tényleg egy droid szakasz, alhattest, még a kommentár folyóirat pedig, most mindegy, hogy mit gondolsz a nézeteikről, de mégiscsak egy saját műhelyük, meg saját fejlővéseiknek a részletgazdag kifejtése. Tehát ez inkább emlékeztet engem, mondjuk, ami a Corvinuson történik, annyiban a kommentára, hogy nincsen velük szemben propaganda igény. Tehát a kommentár az propagandában nem működik, nem is ez a célja. Viszont az a fajta egyrészt tudás, másrészt paranoia, amely nagyon mélyen ül a magyar jobb oldalon, a tudásnak is van alapja, meg a paranoiának is, tehát egyfelől lehet tényleg paranoiának nevezni, másfelől pedig tényleg valós tapasztalatokon nyugszik, hogy ez itt a kommunizmusból kinőtt tudományos, üzleti és egyéb elit van, és le kell cserélni előbb-utóbb a telefonkönyveket. Tehát, ezek egymást hivatkozzák körbe, egymás vállát veregetik, attól lesznek ők is nemzetközileg látszó magyar szakértők, magyar elittagok, és így tovább. És hogy ennyiben részint őszinte, részint annyiban hatalmi felbuzdulás, hogy csináljunk helyettük új elitet. Ennek az egyik példáját láttuk úgy, hogy egyébként nem erre szerződnek vagy nem ilyen nyíltan szerződnek erre az ebben résztvevők, akár kuratóriumitagként, akár oktatóként. Ez így van, a világosan ideológiai hátterű elitképzést, ezt a szintén kekvávát csinált Matthias Corvinus kollégium folytatja, ami több 100 milliárd forintos vagyonátadásnak a boldog átvevője. Igen. Igen, csak hogy amíg az van, hogy szerintem mondjuk Miskolc, Pécs, Debrecen és a többinél, ezek regionális vagy városi hatalmi központok. Ugyebár egy debreceni egyetem például az város a városban, az önmagában van majdnem akkora tényező, mint a debreceni közgyűlés. Az más, de szerintem ez nagyon érdekes, amit most láttunk. Ezt tudni kell, hogy ugyebár Váradi József nem a fideszes kinevelt, hát Budai Gyula kormány biztos mondta azt róla 2011-ben, hogy arról beszéljünk, hogy mit keres Oszkó Péter a Vizerben. Hogy itt a kommunistáktól független magyar sikert akarják egyrészt bemutatni, másrészt oktatni, harmadrészt meg továbbvinni. Tehát az antikommunista elitnek a kinevelés, és hagyják is őket békén szerintem Hernádi Zsoltostól meg Martonyistól. A Martonyi idekerülésére egyébként részedről, amikor kekeckedtél, annyiban nem volt teljesen jogos, hogy a Martonyinak nagyobb nemzetközi elismertsége van a miniszterségtől függetlenül, mint mondjuk Lánci Andrásnak. Ez abszolút így van, viszont ő volt miniszter, a Lánci András meg nem. Ez így van, viszont ő dolgozott nemzetközi nagy nevű ügyvédi irodában. A Baker & McKenzie-vel. Így van. Viszont ugyanezen mutatható el a nagyon sok másik kekváról, tehát emiatt is érdemes különbséget tenni azok között meg a Corvinus között. Sok helyen tulajdonképpen az egész kuratórium csak hát politikai kinevezettekből áll. Tehát én azt nem mondanám, hogy ezekből tényleg kinevelhető egy államtól valamilyen módon, vagy politikától valamilyen módon függetlenni váró elit. Tehát hogyha itt az a cél, hogy a régi rendszerből itt maradt elitet, most más kérdés, hogy tényleg mennyire lehet arról beszélni, hogy azok ott maradtak, azt lecseréljük, akkor azt látjuk, hogy a helyükre nagyon nagy részt olyanok jönnek, csak akik ugyanúgy egy ilyen politikai kötődés. Ezt értem, hogy többire mondod, csak nekem pont az a bajom a többivel, mint azzal, hogy nem értem, mert ezek nem fognak megállni a lábon. A te kérdésedre a válasz kifejezetten a Corvinusszal kapcsolatban az, hogy ott még lehet egy kurrens termék, amiért pénzt tudnak érni, és alapvetően dúsgazdag emberek állnak mögötte. Még a, és ha, mely
dúsgazdag emberek megmozgatják a saját networkjeiket, akkor a Corvinus az bőven működni fog. Egy vidéki egyetem, amely mögé nem dotálják folyamatosan, az állami pénzt nem fog, és éppen ezért az állami pénzért cserébe, még ha nincs is kétharmados felhatalmazása egy 2038-ban életbe lépő új kormánynak, akkor is nyomást tud gyakorolni, majd akkor jön a pénz, ha az én embereim lesznek a kuratóriumot, meg szépen lemondtak. Ezt láttuk 2002 után is, hogy ez hogy működik. Amivel nekem nagyobb bajom van, ha már elitképzés, megint az, hogy nem értem, hogy milyen szépen kikerülték az ELTE-t. Amivel csupán az a baj, hogy az ELTE-vel, miután el van könyvelve, gondolom, viperafészeknek, tehát az ELTE-ről módszeres gondolkodás nem is zajlik. Tehát se alapítvány nem lett, de fejleszteni sem fogják olyan módon, hogy akkor állami egyetem berkein belül csináljanak vele valamit, hogy tényleg, mert amit próbáltam feszegetni itt előbb a Várnézet, igazából az kéne, hogy legyen egy budapesti egyetem, a nagy, az ELTE, és annak legyen gazdasági kora, meg hát normális esetben az orvosi kar is ott van. Hát ez a nagy kérdés igazából, hogyha itt a felsőoktatással vannak problémák, akkor miért nem a felsőoktatási rendszerre csináltak valamit, és miért egyesével pörgették ki ilyen-olyan egyedi megoldások mentén az egyetemeket önállóbb vagy kevésbé önálló struktúrákban? Szerintem megtaláltuk a lényegét ennek a mostani műsornak. A leglényegesebb kérdés hangzott el, amelyre egyébként nem tudunk válaszolni. Maradjanak velünk majd az Átlátszó Podcast újabb adásában is. Sarkadi Nagy Márton, Zubor Zalán, Hont András, illetve Váradi József volt ma az Átlátszó Podcastben.